Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Idei legjobbját ugrott az EB szintre hajtó Bakosi Péter. Új játékosokkal kezdte el a felkészülést a Spari. Jó tavaszt produkált a Baktalórendházi futballcsapat. Tapasztalatokkal gazdagodva tért haza Tallinnból Agádi Vilmos. 50%-os a Máté Szalkai labdarúgók mérlege. Bajnoki másodikként és megyei kupagyőztesként zárt a rakamaz. 221 cm-rel idei legjobbjával nyert a magasugrás Bakosi Péter a Budapest Open elnevezésű nemzetközi atlétikai versenyen. A nyíregyházi ugró sérülése után ismét kezd formába lendülni. Még a múlt héten azért balottam az ajleszínemmel, még most se 100%-os. A bajnokságra, vagy erre a Budapest Openre úgy mentem fel, hogy összeszedtem minden erőmet, és csak arra koncentráltam, hogy meg tudjam csinálni a mozgást. Hát ez végül is sikerült, nem sokkal múlott az egyéni csúcsa. Milyen erős volt a mezőny? A mezőny beharangozóként volt egy ukrán srác, aki 2.19-el volt, de sajnos nem ugrott jól, 0.8-at ugrott, úgyhogy igazából nem volt ellenfelem. Mennyire vagy elégedett ezzel a 2.21-re tekintve, hogy ez az idei legjobbad, viszont szorít az idő, hiszen közeleg az amszterdami EB. Az eredménynek örülök, de megelégedve nem vagyok, mivel szeretném megcsinálni Amsterdamra a szintet. Milyen lehetőséget, hány lehetőséged lesz még erre? Pénteken megyek ki ugye Bülbe versenyezni, az egy nagy nemzetközi verseny lesz, ott remélem meg tudom csinálni a szintet, ha esetleg nem, akkor még itthon lesz egy-két verseny, ahol meg tudom csinálni. Nem a várakozásnak megfelelően alakultak az elmúlt hetek Peti szempontjából. Mennyire volt meglepő ez a mostani budapesti eredmény az elmúlt időszak tükrében? Az igazság az, hogy tényleg nem jól alakultak a dolgok. Először a bokája volt sérült, aztán az első komolyabb nemzetközi versenyen megsült az Achillesze. És így nagy várakozásra tekintettünk erre a versenyre, olyan szempontból, hogy elbírja a lába ezt a versenyt, vagy nem. Megpróbáltuk húzni az időt, lemondtuk a nemzetközi versenyeket, ami egyébként előtte állt volna. Sajnos most már nem tudtunk mit csinálni, ezen a versenyen muszáj volt elindulni. Tehát ilyen, akkor a kártyások szokták azt mondani, hogy 19-re húztunk egy lapot. Azt gondolom, hogy sikerült, nagyon jól ugrott Péter, nem volt szerencse, azt gondolom még egy magasság benne volt ebbe a versenybe, de úgy gondolom annak örülök igazából, hogy a lába nagyjából jól van. A hétvégi németországi versenyen minden bizonnyal rangos lesz, ami az úgy segíthet az abban, hogy megugorja esetleg a EB kiküldési szintet. Igen, sajnos Magyarországon nincs ellenfele. Most is 211 centinél már mindenki befejezte a versenyt, Péter igazából akkor kezdett el ugrani, tehát egyedül nagyon nehéz olyan helyzetbe kerülni, amivel nagyot lehet ugrani. Ez a németországi verseny egy nagyon nagy verseny, igazából ez egy magas ugrógála. Külföldiek, a teljes német élvonal, 2.30 fölött ugrók, tehát itt azért igazából nem Péternek nincs vesztenivalója. Nagyon szépen ugorhat a nagyok között, remélem, hogy jól fog tudni küzdeni, és igazából egyéni csúcsra térünk haza. 226 cm az amszterdami EB-re a kiküldetési szint, de elképzelhető, hogy talán picit kevesebben is ki lehet jutni. Igazából biztos az, ami a 226 cm, de a jelenlegi európai ranglistát nézve akár egy 224-225 cm is elég, attól függ, hogy a szövetség nevezi a Pétert, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy a stabilan 220 fölött ugrana, vagy pedig egyéni legjobbját megjavítaná, akkor úgy gondolom, hogy ott lenne a helye az Európa-bajnokságon, és ott pedig esetlegesen, ha jól tudnánk időzíteni, és a lába egészséges lenne, akkor esetleg egy esélye lehet arra, hogy az olimpiai szintet teljesítse. Elkezdte a felkészülés a Nyíregyháza Spartacus. A csapat július 11-én utazik edzőtáborba, addigra alakul ki a végleges keret. Azt mondtam a srácoknak, hogy úgy látszik engem, itt Nyíregyházán ez végig kísér, harmadszorra építek teljesen új csapatot, eddig kétszer megoldottuk. Most is nagyon bízom benne, hogy sikerül, valóban nehéz szívvel elköszöntünk a légiósainktól. Két embernek a sorsa még kérdése, Sovszienko, illetve a Halsányinak a jövője az még nem teljesen dőlt el, hanem szeretem nálunk folytatnánk, hiszen magyar emberekről van szó. Valóban elkezdtük a munkát, rengeteg új játékos, rengeteg új arc van már most is, de még mindenképpen számítok jó néhány új arcra a csapatnál. Hogy fog kinézni ennek a 6 hétnek a programja, ami még a bajnoki rajtik hátra van? Az a legnehezebb időszak a játékosok életében, a téli, illetve a nyári fölkészülés. Elkezdtük a munkát tegnap egy orvosi vizsgálattal,
most már kint vagyunk itt a pályán, jó körülmények között tudunk edzeni. 11-én fogunk utazni a Bolyszántóra, előtte és utána is már lesznek edzőmeccseink, és hát elég kemény fizikai felkészítésre helyezem ilyenkor a hangsúlyt. Reméljük, hogy minél kevesebb sérülésre tudjuk ezt lehozni. Jó néhány játékostól el kellett köszönni az előző bajnokság végén. Gyakorlatilag egy új csapatot, részben új keretet kell kialakítani. Milyen koncepció mentén kezdtétek el a munkát? Gyakorlatilag, mikor eldőlt, hogy a külföldi játékosoktól meg kell váljunk, akkor majdnem kiürült az öltöző. Nyilván az, a célkitűzés pedig maradt. A csapat számára azt tűzték, hogy olyan keretet hozzunk össze, állítsunk össze, hogy esélyes legyen arra, hogy megnyerje a bajnokságot és visszakerüljen a NB1-be. Tehát ennek a koncepciónak a mentén kellett elkeresni játékosokat, úgy létszámban, mint minőségben. Most körülbelül ennek az útnak a felén, vagy még ott se tarthatunk. Nyilván figyelembe kellett venni, hogy indul a felkészülés, és létszámba elegendő játékos legyen a Mátyus Janinak. Naponta érkeznek hozzánk a játékosok, próbajátékosok. Most tegnap bejelentettünk 4-5 játékost, akivel már megállapodtunk, sportorvosi vizsgálaton részt vett, és leszerződtük őket. Nyilván ez még a következő napokban is ilyen jövésmenés lesz. Két szálon fut a dolog, tárgyalunk játékosokkal, nem könnyű most megegyezni, mindenki kivár, vagy több vasat tart a tűzbe, NB1-es ajánlata is van, netán külföldi próbajátékra is indul. A menedzserek se igyekeznek sürgetni ezt a dolgot, mert bízva a magyar válogatott jó szereplésébe gondolják, hogy nőni fog a játékosoknak az értéke, ami egyébként is magas, úgyhogy nem egyszerű feladat, de megvannak a jelöltjeink, 17-18 fővel ez most a Jani. 24-25-ös keretet szeretnénk kialakítani, aminek egy része 5-6 fiatal, tudni kell, hogy 96. január 1 után születetteknek két játékosnak folyamatosan a pályán kell lenni, tehát azt jelenti, hogy 5-6 ilyen fiatalunk kell, hogy legyen, és ha már van, akkor az lenne jó, ha annyian tudna játszani, nem csak azért, mert fiatal, tehát nem egyszerű megoldani, ugyanakkor a csapatnak a gerincét is próbáljuk kialakítani. Kapust hoztunk a Hermann Bence személyében, már van egy kapusunk, lesz belsővédő, tárgyalunk irányító és befejező játékosokkal is, úgyhogy ha sikerül megállapodni, akkor igazából a nagyobb nevek még hátra vannak, de ez annyira sok esélyes a játék, hogy nem merjük csak akkor kijelenteni, ha minden papír alá van írva. A említett kapuson Hermann Bencén kívül ki az, aki már biztosan Fali mezbe öltözik majd az új játékosok közül? Az Úr Laci biztosan, a Kónya Márk biztosan, a Hermannról beszéltünk, ő is. Visszahozzuk kölcsönből a Vámos Márkot, és a Kártik Bálint van itt. Őről azt kell tudni, hogy 96. január 1 után született, és egyike lehet azoknak, aki fiatalként talán annyi jogon is játszani tud, védekező középpályás és belső védőt játszik. A hetedik helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Baktóló Rendházi futballcsapat, ami a gyengébbre sikeredett tősz után tavasszal a második legtöbb pontot szerezte a mezőnyben. Így, hogy a végén jól sikerült, aránylag édes is volt a gyümölcs, az ősz az nagyon szerényre sikerült, sajnos 13 pontot szereztünk az ősszel, most a tavasz folyamán 29-et tudtunk szerezni, és valóban a hetedik helyen végeztünk. Azt gondolom, hogy ha ősszel egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, akkor most minimum dobogó közelben tudtunk volna végezni. A csapat ugyan hetedik lett, de vannak olyan mutatók, amelyben első volt ebben a megyei első osztályi mezőnyben. Igen, ugye tavasszal nagy ecset után mi szereztük a legtöbb pontot. Az összbajnokságban mi lőttük a második legtöbb gólt, úgy, hogy a szezon közben kiszállt Tiszalökkel nem tudtunk játszani tavasszal, valamint Marics Gábor örvendesett, hogy már több alkalommal idén is természetesen 32 góllal gólkirály lett. Ő nagy büszkeség a városnak, valamint nagyon-nagyon örülünk, hogy hosszú idő után a Stekler Attila vezetésével a U19-ünk, az ifi csapatunk a második helyen végzett a nagyecsed mögött. Összességében milyen volt ez az elmúlt szezon, mennyire volt erős a mezőny, lépette valamennyit előre a megyei futball? Hát én lehet, hogy ilyen
megosztó személyiség vagyok, de én nem vagyok elragadtatva. Sokan mondják, hogy milyen jó ez a bajnokság, milyen jó a bajnokság. Nekem az a nyugöm ezzel, hogy még mindig azt kell látni, hogy az idősebb generáció, 30 fölöttiek viszik igazán a prímet, 28-30 körülek. Nem látok a megyében olyan feltörekvő fiatalt, akiben benne lenne az, hogy ebben a pillanatban, hogy akár MB2, akár MB1-be tudna tovább lépni, hisz az lenne a megye első osztálynak a jelentősége, hogy menjen a játékos MB3-ba, majd aztán magasabb osztályba, de sajnos ennek én csíráját sem látom. Baktól Lorántházára akkor is jellemző volt az észszerű gazdálkodás, mikor magasabb osztályban szerepeltetek, most a jövőt tekintem, mi a helyzet? Örülök, hogy ezt felhoztad, ezt a témát. Azt gondolom, hogy lehet szeretni Baktát, lehet nem szeretni Baktát. Mi 93-tól 2013-ig nemzeti bajnokságban szerepeltünk, egyben 20 évet, ebből 12-t MB2-ben, 8 évet MB3-ban. Azt gondolom, hogy nagyon nagy feladat van a mostani nemzeti bajnokságban szereplő együttesek előtt, hogy példánkat ugye utolérjék, amit említettem. Viszont az a baj, hogy sajnos nincs nálunk tőkeerős szponzor, olyan lehetőséggel nem bírunk most, ami azt eredményezné, hogy legyen célunk az MB3, de abban sem vagyok biztos, igaz, az anyagiakat kérdezted, hogy szakmailag meg lehet oldani a megyéből. Láttuk, hogy Nyírbátor sajnos vergődött. Itt van Ibrány, akit nagyon sajnálok, hisz nagyon megérdemelni, hogy MB3-ba jusson, hisz harmadik éve nagyon nagy kondíciókkal bírnak, és sajnos úgy néz ki, elszáll nekik, viszont ezért a idézőjelben az MLS-t is felelőssé lehet tenni, hisz sokkal elegánsabb és sportszerűbb lett volna, hogyha azokat a csapatokat, akik utcahosszan nyerték a bajnokságot, őket emelik ki, nem ilyen mélykerék vagy egyik-másik település megsértve, akik éppen hogy tudtak bajnokságot nyerni. Tehát azt gondolom, hogy nálunk most nem cél az MB3, egyébként viszont az én számból tényleg, tehát furcsa lesz ilyet hallani, mindegy, hogy egy település negyedik lesz, vagy nyolcadik. Az a fontos, hogy otthon minél több mérkőzést nyerjen meg, megye első osztályban. A Baktár az is jellemző, hogy a holt szezonban viszonylag kicsi a játékos mozgás, és a helyi játékosokra építettek. Most mi lesz a helyzet? Tehát a következő helyzet, mindenkivel úgy váltunk most el a pihenőre, hogy mindenki marad, egyedül Geda Gábor ...nak kell sajnos befejezni a labdarúgást, hisz Gyulaházán elszakadt a keresztszalagja, amikor kikaptunk 3-1-re, mindenki marad, sajnos igazolni nem nagyon fogunk tudni, szeretnék 2-3 olyan srácot hozni, de nem nagyon körvonalazódik, és azt gondolom, hogy észszerűtlen és eszméletlen anyagi költségekben nem fogok beleugrani. Van az ifjúsági csapatunkban 4-5 ember, aki már 2 éve edz a felnőttel, és ha baj van, majd ők fognak tudni segíteni. Mikor kezdődik a felkészülés, és mit lehet tudni már a programról? A felkészülésünk 2 hét múlva fog kezdődni, természetesen fogunk majd játszani több edzőmérkőzést, viszont hagyj említsek meg egy nagyon örömteli dolgot, hogy a mi egyesületünk 1916-ban alakult, és most lesz természetesen 100 éves az évforduló. Erre a centenári ünnepséget fogunk szervezni következő hónap, tehát július 15-én, pénteken és július 16-án szombaton. Nagyon színes programot fogunk kínálni a sportszeretőknek, és természetesen nem csak labdarúgásról szól, hisz kézilabda, női férfi kézilabda, kerékpározás, duatlon, tehát ökölvívás, atlétika, több szakosztálya rendelkezett az idő során az együttesünk, és erre majd természetesen szeretnék már most mindenkit felhívni, hogy 2016. 7. hó 15-én pénteken 17 órakor lesz a művelődésházban egy közönség találkozó a Kardos, Nagy Antal és a Sallai labdarúgókkal, és ha Mészöly Kálmánnak sikerül az egészség állapotát új rendbe rakni, akkor a Mészöly Kálmánnal. A másnap pedig a 10 órakor lesz egy ünnepségünk, és majd az est fénypontja lesz a Bakta Lóránt háza, öregfiúk, Ferencváros öregfiúk. Természetesen lesznek majd kulturális események is fognak majd csatlakozni ehhez. Én azt gondolom, hogy nagyon a két napon kitűnő programot tudunk majd kínálni, és most összekölnék mindenkit, hogy aki valaha Baktán sportol, természetesen nem tudunk mindenkihez elmenni, mindenkit telefonon felhívni, hogy nézze a sajtót, nézze a Kölcsei TV-t, benneteket, nézze a Kelet-Magyarországot, Facebookot, és akkor jelenünk meg minél többen majd ezen a híres, vagy nem ünnepen.
A középmezőnyben végzett, a szabadpisztoly 60 lövéses számában Agárdi Vilmos a tallini junior Európa bajnokságon. A fiatal versenyző tapasztalatszerzési célra utazott ki első tüsszegyveres világversenyére. Egy nagyon erős mezőnyben versenyeztem, ami hát maga a mezőny lehet, hogy erős volt, de a körülmények miatt az eredmények nem lettek olyan jók igazából senkinek. Így egy nagyon erős mezőny is gyenge eredményekkel végzett. Az én lövészetem az kicsit elmaradt a saját szintemtől, de úgy gondolom, hogy ez nem olyan nagy probléma jelen esetben, mert egyel feljebb indultam ugye a juniorok között, és ez volt az első ilyen versenyem tűzfegyverrel. Mennyire voltak ismerősek az ellenfelek? Legtöbbjüket azért, mert láttam világkupákon, ugye junior világkupán vagy Münchenben, akár nagyobb versenyeken. Nyilván mindig vannak ismeretlenek, de a mezőny elejét úgy látásból ismerem. Milyen tapasztalatokkal lehet gazdagodni egy ilyen világversenyen, ami nagyon fiatal, tehát gondolom, hogy minden verseny tartogat valamilyen szinten újdonságokat számodra? Én nagyon örültem neki, hogy ennyire rossz volt az idő, mert sosem versenyeztem még így, hogy minden egyes lövést át kell gondolni, hogy a szél merről fúj, és konkrétan dőlünk el tőle. Sosem volt még ennyire rossz idő, meg közben még az eső is elkezdett zuhogni. Ezért másrészt meg, hogy egy ilyen erős mezőny, tényleg ezt kiemelném, hogy, hogy mindegyikük, akik a mezőnyben voltak, idősebbek, mint én, és mindegyikük egy olyan országból jött, ahol ennek a mezőny, tehát ugye a mezőnyük sokkal erősebb, mint az enyém. Az év felénél járunk, mi vár rád még az év hátul lévő második felében? Egy országos bajnokság szeptemberben, és Bolonyába megyünk Európai Ifjúsági Liga döntőre, amiben első magyar csapatként kvalifikáltuk magunkat múlt hónapban. Ismét egy világversenyen szerepelt egy nyíregyházi sportlő, Agárdi Vilmos, a tallini Európa bajnokságon átlőállásba. Milyen lépcsőfokot jelent ez az ő pályafutásában? Ez egy nagyon nagy lépcsőfok, hiszen ez volt az első olyan nemzetközi tűzfegyveres verseny, ahol részt vehetett. Amikor kiírták a válogatókat, akkor nagyon szerettük volna, hogyha bekerült volna. Látszott is, hogy ez egy nagyon nehéz mezőny, hiszen az egész magyar válogatott csapatból ő egyedül jutott ki szabadpisztoly 60 lövésben. Összefolytatódik majd a versenyidőszak. Itt Nyíregyházan ti mire készültök? Nyíregyháza fogja rendezni szeptemberben a tűzfegyveres országos bajnokságot, ifjúsági felnőtt kategóriában, valamint juniorban is, és a nemzetközi versenyszámokat is mi fogjuk rendezni. Ez egy óriási rendezvény lesz, közel 300 fő fog rajta részt venni. Vilmos elmondta, hogy lesz még egy olaszországi nemzetközi verseny, ahol erősíti a magyar csapatot. Van esély arra, hogy esetleg más nyíregyházi lövés ott legyen abban a csapatban? Igen, nagyon szeretnénk, hogyha Vareha Attila is részt tudna venni. Amikor bekerültek a döntőbe, akkor mindkét fiú része volt ennek a csapatnak. Reméljük, hogy tovább fogják erősíteni és megnyerik ezt a versenyt. 8-ként zárta a szezont a megyei első osztályban a Máté Szalkai futballcsapat. A Siske Attila által irányított együttes 50%-os mérleggel, 12 győzelemmel, 4 döntetlennel és 12 vereséggel fejezte be a bajnokságot. Volt a szezont megelőzően egy feljutás a csapatnak a megye 2-ből, majd egy feszített tempójú nyara, amikor nem volt idő pihenésre, mert a Magyar Kupában és nagyon jól menetelt az a bajnokcsapat, és beestek a megye 1-be, és rögtön az első 4 meccset elbukták. Hát ilyen van egy csapat életében, és Bákonyi Gyuri kollégám akkor fölállt a kispadról, mert úgy érezte, hogy nem tud új impulzusokat adni a csapatnak. És akkor én az U17-es csapat edzőjeként kéznél voltam, illetve a klubvezetés úgy ítélte meg, hogy házon belül kívánja megoldani az edzőkérdést, és utána vettem át a csapatot. Ahhoz képest azt mondom, tehát a kezdés után kiegyenesedtünk. Elég szépen följöttünk az ősz végére, majd a tavaszunk már egy kicsit hektikusabbra sikeredett. Végül a 8. helyen zártunk, ami újoncként nem rossz eredmény, de így utólag a tavaszi szezon látva kihozhattunk volna többet is ebből. Én is most ismerkedem egyrészt a megye labdarúgásával is, másrészt a saját csapatommal, hiszen én közel 30 évig a Dunántúlon éltem, és nem olyan régen költöztem haza. Így aztán a mezőnyt is, a labdarúgást is én is tanulom, az itteni viszonyokat, meg természetesen a módszereimen is finomítani kell, tehát látva azt, hogy a játékosok hogy reagálnak egy-egy hét terhelésére. Például, ami nehezen tudtam megfejteni egy jó játék után, egy hét múlva meg se tudtuk közelíteni, miközben az edzésmunka nem változott, hogy ez mitől van, ennek meg kell találni az okát, és változtatni nyilván a módszereken, illetve ilyenkor szükséges a gyengén teljesítő játékosok helyett
kiegyensúlyozottabb, stabilabb embereket igazolni. A Máté Szalkai MTK vezetősége a szezon előtt a második, hatodik hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként a csapat elé. Már az együttes elmaradt a várakozástól, a klub elnöke látott előrelépést az elmúlt hónapokban. A csapat az új vezetőedző segítségével ugye csapategységet mutatott, a fiatalok beépítése az folyamatosan sikerült ebbe a csapatba is beépíteni őket, illetve az utánpótlás csapataink szerepeltetése, ami ugye 14 csapatról van szó, az jelentős ebben a szezonban is. Ezen kívül női szakosztályunk ugye a elmúlt években alakult, és most már azért előkelő negyedik helyen végzett a megye első osztályi bajnokságban. Örömteli tény, hogy a gólkirály is a csapatunkból került ki, és utánpótlás csapataink közül pedig az U19-től az U16-ig NB2-es bajnokságokba szerepeltetjük a csapatainkat. Ezen kívül a Bozsik program alközpontjaként Máté Szalka jelentős szerepet tölt be a futballisták utánpótlás nevelésében, hiszen a 13 éves korosztálytól egészen a 6 éves korosztályig lefelé korcsoportonként csapatokat üzemeltetünk, illetve biztosítjuk a lehetőséget a gyerekeknek a labdarúgás szépségének a megismeréséhez, és emellett természetesen azért a labdarúgáshoz köthetően a tömegsport sem hanyagolható el a városunkban, hiszen a városi kispályás labdarúgó bajnokságban is a félig amatőr vagy félprofi játékosok bevonásával rendszeres bajnokság zajlik. Na most emellett azért a új MTK vezetésében prioritásnak számít az, hogy a TAO feltöltése megtörtént ebben az idényben teljes mértékben. Így aztán a labdarúgók által az MLS-hez benyújtott szerződések szerint tudtunk teljesíteni. Most jelenleg is ugye az infrastruktúrális beruházások egyrészt zajlik, azzal, hogy véget ért a labdarúgó megyes osztályi bajnokság. Hozzá tudtunk kezdeni most június elején már az öltözőnek a teljes energetikai felújításához, úgyhogy most a labdarúgók a öltözőt átadták a munkaterület, illetve a munkások számára. Egy év szünet után visszatér a megyei első osztályba a Balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese 29 győzelemmel, egy döntetlennel veretlenül végzett az élen a megyei másodosztály alukonstruk csoportjában. Én azt gondolom, mivel csak 4 ponttal nyertük meg a bajnokságot a rakamoz előtt, meg kellett küzdeni. Természetesen a többi csapat nem képviselt olyan erőt, mint a rakamoz, de méltó ellenfél volt a rakamozi együttes, hiszen oda-vissza szoros meccset játszottunk, és ugye ők megnyerték végül a Magyar Kupát, mi megnyertük a bajnokságot, tehát ez is mutatja, hogy két erős csapat versengett a bajnoki címért, és hát gratulálok nekik, megragadnám az alkalmat, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy feljutottak ők is a megye egybe, ami szerintem jó lesz a megye első osztálynak, mert egy nagyon erős rakamasz fog játszani ebbe az osztályba. Az elmúlt nyáron gyakorlatilag egy új csapatot kellett építeni Balkányban. Ez a bajnoki cím azt jelenti, hogy nagyon hamar beérett a munkád, jó alanyok, jó társak voltak a játékosok. Igen, hát a játékosaimra tényleg nem lehet egy rossz szavam sem. Egy nagyon jó társaság jött össze, a debreceniek és a nyíregyháziak egy nagyon jó kis kollektívát alkottak. Ennek is tulajdonítható az, hogy tulajdonképpen nem vágyik el senki a csapatból. Természetesen kell az erősítés a megyei első osztályra, de én úgy gondolom, hogy ha azt az 5-6 embert megtaláljuk, akkor az első osztályban is egy acélos kis csapatunk lehet. Abszolút támadó futballt játszottatok, amit a gólok száma is mutat. Lehet ezt a játékot folytatni majd a megye egyben? Azt gondolom, hogy igen. Természetesen nem ilyen gól számba, mint amit rúgtunk. Ugye a Bogdanovics rúgott 49 gólt, de én annak is örülnék, ha megye egyben vagy 12-t rúgna egy fél szezonban. De csatárposzton is erősíteni szeretnénk, illetve a széleket gyorsítani, és hát szeretnénk még a védelmet is megerősíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb meccseink lesznek természetesen, de ez a csapat megfelelő erősítéssel a megyei első osztályba is meghatározó lehet. Meddig tart a pihenő, mikor kezdődik és milyen lesz a felkészülés? Július 1-én már találkozunk, menjünk Szlovákiába, egy kétnapos kis kikapcsolódás lesz, tulajdonképpen ebben lesz egy kispályás torna,
szlovák barátaink látnak vendégül, illetve 5-én kezdjük a felkészülést 11 edzőmérkőzéssel, két tornánk lesz, ami részt veszünk Fehérgyalmaton, illetve lesz egy hazai tornánk is, és mellette erős csapatokkal fogunk játszani, és nagyon remélem, hogy elég lesz az egy hónap, hogy ezt a csapatot olyan szintre fel tudjam hozni, hogy jól sikerüljön a kezdés a megyei első osztályba. A második helyen végzett a rakamazi futballcsapat a megyei másodosztály alukonsuk csoportjában. Ennek ellenére a visszalépések miatt esély van arra, hogy Madalina György együttese ősztől a megyeiben folytassa. Az elsődleges cél az volt, hogy egy lerobbant egyesületet valahogy talpra állítsunk. Ez volt a legnagyobb feladat. Aztán, amikor elindultunk ezzel a dologgal, és láttuk, hogy úgy aránylag sikerül is, akkor megfogalmazódott egy olyan cél, hogy minél hamarabb föl kellene jutni a megyes osztályba. Konkrétan nem volt kimondva, de azért belül mindenki tudta, hogy az igazi cél ez lenne. Hamar kiderült, hogy a Balkány és a Rakamasz kiemelkedik ebből az osztályból. Milyen volt ez az egy szezonon át tartó versenyfutás? Ez egy nagyon idegölő dolog, mert gondolom, hogy ők is ugyanúgy figyeltek bennünket, mint őket. És botlani nem lehetett, és mindenki tudja azt, hogy bárki az ellenfél, azért az egy nagyon nehéz dolog, hogy minden meccset meg kell nyerni. Az sem volt mindegy, hogy mennyire nyerünk, mert a másik is tud annyira nyerni. Tehát ez azért kifacsarta a csapatot, meg személy szerint engem is. De hamar eldőlt a 9. forduló, amikor ott kikaptunk, hogy valami más megoldás kellene. Bár volt egy visszavágó, de azon sem mehetünk biztosra. És én attól a perctől kezdve, amikor a Balkány meccset elbuktuk, akkor megfogalmaztam magamba, hogy mindenféleképpen a legjobb másodiknak kell lenni, mert Magyarországon élünk, itt semmi sem biztos. Tudjuk, hogy vannak visszalépések, nem vállalják a magasabb osztályt, és így nem csak Balkánnyal kellett küzdeni, nem csak őt figyeltem, hanem figyeltem a másik 5 vetétársat is. És végül hát így sikerült. Az osztályban a legtöbb gólt rúgta a Rakam, az nagyon góra törő futballt játszottatok. Minek köszönhet ez a játékos állománynak, a tevasz politikádnak, vagy a kettőnek együtt? Hát ezt valahogy így lehetne megfogalmazni igazán. Én nagyon szeretem azt, hogyha a játékosaim szellemesen, ötletesen játszanak. Megpróbáltam mindig úgy pályára küldeni a srácokat, hogy azért legyen egy kis közönség szórakoztató játék. Különösen akkor kértem ezt tőlük, amikor már eldőlt a mérkőzés. De nem csak az volt a cél, hogy rúgjunk 5-öt, 10-et, 15-öt, hanem azt, hogy egy kicsit szórakoztassuk a játékosokat. Viszont az is igaz, hogy volt jó pár olyan játékos, aki ebbe partner tudott lenni képességeinél fogva, mert értik a játékot, jó játékosok, és meg is akarták csinálni, tetszett nekik, és hát így ez sült ki belőle. A második hely is megyei első osztályú szereplés jelentett végül, és hát volt egy csattanó a szezon végén, a Magyar Kupa megyei döntőjét nyerte meg a Rakamaz a magasabb osztályú Sényű ellen. Hova helyezed ezt a sikert? Egy kicsit visszamennénk az előbbi kérdéshez, hogy attól függetlenül, hogy rúgtunk 165 gólt, 24-et kaptunk, és szereztünk 84 pontot, két vereségünk volt. Azért én helyén kezelem ezt a dolgot, bár gondolom, hogy ha ezzel se lennénk elégedett, akkor megkérdeznék tőlem, hogy látott-e már orvos. De mondom, én helyén kezelem, mert egy Balkány elleni mérkőzésen is előjöttek azok a dolgok, hogy egy komolyabb mérkőzésen már nem tudtunk úgy ráhangolódni, már mentálisan nem voltunk olyan paszba, hogy ezt meg tudjuk oldani, és a Magyar Kupába összehozott bennünket két olyan csapattal a sorsolás, mint a Nagyecsed és a Sényő. Aztán szerencsére, hogy ezeken a mérkőzéseken ezek az én aggályaim, hogy nem tudunk úgy fölnőni a feladathoz, ezek elmúltak, mert mind a két csapat ellen játszottunk egy nagyon jó mérkőzést, és szerencsénk volt, hogy meg is tudtuk nyerni. A magasabb osztályhoz minden bizonnyal szükséges némi erősítés. Hogyan áll ezen a téren alakamaz? Hát természetes. Én sajnálom azokat a játékosokat minden szinten, akik bajnokságot nyernek.
abban a pillanatban mindenki örül, de a játékosoknak fel kell készülni arra, hogy a következő évben más célok lesznek, és ezáltal ők közülük többen háttérbe fognak szorulni. Ha nálunk is így lesz, egy pár játékos távozni fog, akit úgy gondolom a megye első osztály követelményeinek már nem tudnak úgy megfelelni. Szeretnénk új játékosokat hozni, szeretném azt, hogyha minőségileg jobb játékosok jönnének, könnyebb lesz az én dolgom is, és meg tudjuk csinálni azt a célt, hogy bemaradjunk a megye első osztályba. Mikor kezdődik a felkészülés? Július 5-én. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!